A Nógrád megyei Fotóklub Egyesület tagjainak képeiből nyitott a kiállítást a Nógrádi Történeti Múzeumban február 3-án pénteken. A tárlaton a fotók mellett Homoga József és Várhelyi László régi fényképezőgépekből és fotós eszközökből álló gyűjteményének különleges darabjait is megcsodálhatják az érdeklődők. A megjelenteket dr. Szirácsik Éva, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte, majd Fenyvesi Gábor városunk alpolgármestere mondta el gondolatait a fotózásról és a megyei fotóklubról. A fotózás nem egyszerű műfaj, egy kívülálló nem érezheti igazán, mennyi munka, kudarc, tanulás van egy-egy kép mögött. A hosszú évek alatt megszerzett tudás és eszközök pedig nem elegendőek. A tehetség az, ami ezeket a képeket igazán nagyszerűvé teszi. A képek megkérdezik a szemlélőt, hogy mit gondol a világról. A létrehozott látvány, a kép, ami elénk tárul, egy kis időutazás is egyben. Időutazás abban az értelemben is, hogy a képek szemben a hétköznapi pillanatok elkattintásával hosszú percekig, akár órákig tartó expozíciók eredményei. Már nem a valóságot látjuk, azaz pontosan azt. A lényegüket sikerült képre vinni. A fotók bemutatják azt a világot, ami nincs túl távol, sőt, szinte karnyújtásnyira van. Gyönyörű tájak, hangulatok, érdekes színek, formák. Mindezt művészi eszközökkel teszi láthatóvá azok számára, akikhez eljut és szeretik a szépet, a körülöttünk levő világot. Vannak olyan fényképészek, akik abban látják a fotográfia sajátszerűségét, hogy az nem a művészi önkifejezéssel függ össze, sőt, mi több, annak tartani tévedés. Úgy vélik, a fotográfia varázsa abban áll, hogy megörökítse és dokumentálja azokat az elmúló dolgokat, amikről tudnivaló, hogy egy idő múlva nem fognak létezni, és csak a fotográfia által őrződnek meg. S vannak olyan fotográfusok, akik számára a fotográfia művészi önkifejezésre alkalmas művészeti ág, meggyőződés, amit egész életükben vallanak, és megpróbálnak ennek megfelelően tevékenykedni. Ez utóbbira vállalkozik nap mint nap az immáron 48 éves Nógrád megyei fotóklub, és ezért dolgoznak azon tagjai, akik elhozták ma hozzánk alkotásaikat. A képek arról tanúskodnak, hogy készítőik elmélyültek a fotográfia titkaiban, megismerték a szakmai fogásokat, és kibontakoztatták talentumukat, képességeiket. Sok fotóklub működik az országban, de talán egyetlen sincs, amelyikben ilyen szervezett munka folyik, amelyikben ilyen kollegiális, családias a légkör. Állapította meg Szamódi Zsolt, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke nemrégen rendezvényükön. Magam is, aki jó pár éve figyelemmel követem a fotóklub munkáit, hasonlóan vélekedem. A megállapítás különösen elismerésre méltó annak tükrében, hogy az alkotás mellett a klub tagjai milyen eredményeket mutathatnak fel határainkon belül és azon túl is. A számtalan művészeti díj igazolja a tagok kiválóságát. Eredményes tevékenységet végeznek a vizuális nevelés fejlesztése és a fotózás népszerűsítése terén is. Fotósaik számtalan vetített képes előadást és kiállítást szerveztek intézményeinkben, programjainkon. Képeikkel segítették helyi kiadványok létrehozását, és műsoraikkal gazdagították a helyi televízió programjait. Nevükhöz fűződik a Salgótarjáni Fotógaléria életrehívása, és aktív szerepet vállalnak évről évre az Észak-Magyarországi Fotószemle megrendezésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden kiállítással lezárul valami, egy fejezet véget ér. Az alkotó valójában a képeit csak ekkor látja rendezett formában, egy helyen. A pillanatnyi élmény, amit egy kép elkészülésekor érez, elmúlik. Az apró hatások összeadódnak, egy rendszer lesz az egész. A jó kiállítás az, amit a látogató, mint egy impulzust végig tud követni. Az alkotásnak lüktetése van, ezért a szem már várja az újabb kép borzongató hatását. Ezen kiállításon beérett alkotások egyenletes, magas színvonala köszönti a tárlat látogató közönséget. Fogadják szeretettel, legyen ünnep a mai nap az alkotónak és a befogadónak egyaránt. Az alpolgármester ünnepi beszéde után Sah Gabriella művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kiállított munkákat, amelyek, ahogy mondta, művészi igényű alkotások. Városi és megyei szinten is példaértékűen és nagy múlttal rendelkező fotóklub jelen kiállítását semmiféle tematika nem köti. Minden egyes alkotó saját világát, egyéniségét képviseli. Így megtalálhatunk a tárlaton természetfotót, portréfotót, csendéletet, város és életképet, aktot, illetve egyedi technikával készült fényképeket is.
Sah Gabriella elmondta azt is, hogy a kiállítás különlegessége az, hogy férj-feleség, szülő, nagyszülő, unoka együtt mutatkozhat be, mint például a Fancsik család, vagy éppen Homoga József és felesége, Tóth Ilona. A művészettörténész a fotók bemutatása után megköszönte a rendezők munkáját is, amely, ahogy mondta, csak úgy, mint a tárlat anyaga, egyéni látásmódot tükröz.